ahol Pásztor Erzsi megjelenik, ott garantált a jókedv, ezt már mi is bizonyíthatjuk szerintem a Krisztával, és hát talán megbocsátja nekem, hogyha elárulom a korát, hogy 87 éves, de hát... Szeptemberben lesz. Bocsánat, még van akkor... egy hónapom. Tényleg, mea culpa, mea maxima culpa. 86 éves a művésznő, de azt tanúsíthatjuk, hogy úgy pörög, forog és jött le itt a lépcsőn, hogy akár 30-40-et lehetne letagadni. Hát igen, a szaladással nincs baj, csak hát a fejemet kéne lecserélni. Nem, semmit nem szabad. Jó, igen, ide beszélek, mondom. Minden úgy tökéletes, ahogy nincs van. Baj, a mozgásom rendben, csak a fejemet kéne kicserélni. De hát kell is a mozgás, mert nagyon sűrű a nyár, nagyon sűrű a program. Igen, 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 most játszottunk pénteken a Városmajorban a játékszínnel. A Turay Idával most megyek majd 13-án Százhalombattára, és 18-án Tihany, a fergeteges látogatás, ami az én mostani kedvencem, ez most azért nagyon-nagyon, hát nem mostani, mert 2 éve játsszuk, csak ez egy olyan valóban frenetikus vígjáték, amit nem csak én vagyok a rajongója, hanem a közönség is, hála jó Istennek. Ha valaki még nem látta, akkor ajánlom, ezt merem ajánlani, nem szoktam kínálni a szerepeimet, de ez egy olyan vígjáték, hogy ilyen arccal mennek el az emberek, és az nagy boldogság. 50 előadáson is túl van már ez a vígjáték, és ha jól tudom, akkor általában álló ováció fogadja mindenhol. Igen, nagyon-nagyon jó dolog. Olyan, amikor a Tolnai Klárival játszottam a Madách Színházban, mindig irigyeltem, nem irigyeltem, de csodáltam azt, hát ugye ő egy csodálatos művésznő volt, hogy mennyire imádják. Nem tapsoltak neki állva, de mikor bement, fogadó tapsot kapott. És akkor mindig arra gondoltam, édes Istenem, ha én egyszer megérhetem majd ezt, lesz nekem ilyen? Nem tudom megállni sírás nélkül, mert van fogadó tapsom, és van, amikor állva tapsolnak, és akkor mindig ott magamba mondom, Klárika, köszönöm, hogy besegítettél. Imádom, hogy ilyen, hát ezt nem lehet elmondani, ez semmihez nem hasonlítható, ugye? Panaszkodunk, nehéz az élet, de ez semmihez nem fogható, ez olyan boldogság, és a közönség is úgy megy el, hogy örülnek, boldogok. És ezt azt hiszem, hogy a közönségre is nagyon ráfér, nem csak a művésznőre fér rá ez a fajta. Mert az emberek pozitív... ki vannak éhezve az őszinte nevetésre. És ez egy olyan, hogy elengedik. Varsányi Anna, aki a Szegedi Színház dramaturgia, ő írta a darabot, barátnőm is, mellékesen. És hát apait, anyait beleadott, mert ez annyira, annyira édes és annyira szereti. És ez a legnehezebb műfaj, azt gondolom, egy vígjátékot én játszani. Azt hiszem, igen. Mert a közönségtől azonnali reakciót kap az ember. Tehát egy drámánál, ha nem nevetnek a poénon, akkor hát nincs is benne poén, őszintén, és ott azt mondja az ember, hogy hát ez akkor biztos, hogy siker volt. Hát a nevetés az nagyon nagy dolog, az előbbre viszi az embereket, szóval az, hogy jókedvűen mennek haza. Volt egy olyan előadásunk, ahol ilyen kicsit beteges gyerekek jöttek nézni, és hoztak nekem ajándékot, szóltak, hogy följönnek, majd hányan vannak, 6-an, gyorsan a büfébe vettem 6 csokoládét, amit ott kaptam, bejöttek, hát gyönyörű ajándékot hoztak nekem, és úgy kiosztottam azt a kis csokit, vackot, és a kislány, mert a darabban tudni kell, hogy egy nagymama vagyok, anyja vagyok a Déta Rencinek, bekapok egy kis sütit, amiben van egy kis kábítószer. Na, nem kell mondanom a folytatást. És amikor odaadtam a csokoládét a gyerekeknek, a kislány, aki ekkora volt, rám nézett, és azt mondta, abból, amit a színpadon evett, már nincs. Azt hittem, megőrülök, annyira édes, hogy mondom, nem, azt a felnőttek bezabálták. De így látszik, hogy mennyire együtt mondom, élnek a történetben. Akkor a gyerek is megértette a darabot, a kicsi lány, igen. Bár Imre egy picit előrehozta a születésnapi ünneplést, én is szeptemberi vagyok, úgyhogy az egy nagyon jó hónap. Aha. Egyébként. Hogyan telik általában a születésnap? Hát, vannak bevett hagyományok? Most, hogy a lányom hazaköltözött, külföldön élt 33 évig, jön, mindig jön a születésnapomra. Most éppen játszom, pont a fergetegest fogom játszani, ez egy vasárnap délután van. És amikor
játszom, akkor általában színpadon köszönteni szoktak, akár a játékszínben van az előadás, akár a turaiban, akkor fölköszöntenek, és akkor a közönség is az emberrel, hát ez jó dolog. És akkor néha még a tévében is föl szoktak köszönteni, behívnak, és volt, hogy tortát kaptam, volt, hogy virágot. Szóval ünnepelnek, és akkor ez jó érzés. És hát az öregség az nem egy leányálom, de hát mit mondjak az, mert valaki azt mondta most az előadáson, hogy sokat fogyott, ugye? Nem, mondom, csak öreg vagyok. Mert hát nincsenek hozzászokva. Azért itt a nyáron egy pici pihenésre jut idő? Ennyi előadás nem, között én minden nap pihenek. Hát tulajdonképpen mióta így vagyok egy pár éve, hogy hát pár éve, már 100 éve nyugdíjas vagyok, de soha nem voltam, szóval mindig dolgoztam végig. Nekem minden nap ajándék, hát ugye egy, hogy élek, ugye, hát ez se egy megvetendő dolog, mert hát gyerekek, hát az borzasztó jó dolog, mert 87 évesen az ember már ajándéknak néz mindent, hát az, hogy játszhatok, mert nem szabhatom meg, hiába kollégáim vannak, akiknek nincs munkájuk. Tehát nem mi választjuk, soha életemben nem voltak évek, amikor fiatalon. Otthon főztem, vittem a gyereket az óvodába, férjemet kísértem a színházba, a premierjeire szépen fölöltöztem, de nem volt dolgom, belehaltam. Csak mindig gyűrtem magam, hogy én készenlétben legyek, mikor jön a szerep, ott legyek. És akkor ott voltam. És aztán azokról már nem beszélek. Van egy önálló műsorom, ami Pásztoróra címmel, vagy Feri az ördög, mikor, hogy megy. És akkor egyébként itt forgattam a Veri az ördögöt. Igen, a feleségét ebben a falucskában, vagy ebben a... És akkor most elszaladtam, hol voltam? Hogy van egy önálló estje a Pásztorórák, és akkor ott mindig elmondom, ugye a tragédiámat, az életemet mesélem. Kiesnek a nézők a színpad, vagy a nézők annyira nevetnek, és magam is rájövök, hogy milyen érdekes az én tragédiám, amit akkor megéltem keserűen, az most már milyen mulatságos. És most úgy néz ki, mintha én üstökösként mentem volna az égre, de nem így volt. Csak az már nem érdekes, mert én nem foglalkozom a múltammal azért már olyan értelemben, hanem amit elmesélek, azon annyira jókat nevetnek, ami nekem akkor tragédia volt. Mert nekem is az már nevetséges. De... Meg csak humorral lehet, azt hála gondolom. Istennek. De ez egy adottság, ezt nem lehet csinálni, mert én megpróbáltam rávezetni fiatal kollégákat, hogy ne foglalkozz azzal, most jó dolgod van, ne érdekeljen, hogy rossz volt ekkor, meg akkor. Nem lehet. Ezt akarni kell, és csinálni kell, és akkor megy. Na? Ez egy nagyon jó tanács, én megmondom őszintén, én ezt nagyon sokszor próbálom így élni. Na de hát ez muszáj, nem megy könnyen, de lerázni mindent, ami gond, mert nem tudjátok, hogy milyen hamar elmegy. Sutty, és már vége a dalnak. De azért reméljük, még nincs vége a dalnak, hát jön az újabb évad. Lesz most elmeséltem, annyira nevettek, hogy mikor a pandémia volt, akkor a Nemcsák Karcsi mindig fölhív engem, mindig meggratulál, meg mit kérdezte, hogy vagyok, és mondom, Karcsi, ugyan vagyok keseredve, hát én nekem nincs időm arra, hogy itt lacafacázzak. Hát, maga tudja, mikor fog maga meghalni? Amikor majd én agyonverem. Na, akkor ezzel zártuk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én is köszönöm szépen.